Csillagászati összegű számlákat küldenek ki a fogyasztóknak az energiaszolgáltatók. A gond az, hogy többségük a törvényt kijátszva teszi ezt. Az Energiaszabályozó Hatóság és a Fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzéseket indított az ügyben. Egy biztos, korábban még nem tapasztalt méreteket kezd dölteni a hazai energiaválság. Tetemes, sok esetben kifizethetetlen összegű villany- és gázszámlákkal köszöntött be a 2022-es esztendő. A tavalyhoz képest a villamos energiáért átlagban mintegy 30%-kal, a gáz esetében több mint 40%-kal kell többet fizetni. Azokban az esetekben, amelyekben a fogyasztás meghaladja az állam által garantált kompenzációs határt, a számlák 3-4-szeresére emelkedtek. Az év végén a parlament március végéig felső árhatárt szabott meg. Az elektromos energiát a szolgáltatók nem adhatják egy lej per kilovattóránál magasabb áron, míg 1000 kilovattóra földgázra 250 lejes felső árat határoztak meg. Csak hogy a szolgáltatók többsége ezt nem foglalta bele a számlákba. Maga az energiaügyi miniszter is ilyen számlát kapott. Egy hírtelevízióban pedig azt mondta, ha valaki gyanús számlát kap, ne fizesse ki, hanem tegyen panaszt a szolgáltatónál és a fogyasztóvédelemnél. Keddi sajtótájékoztatóján miután több ideig faggatták az újságírók arról, hogy mi a teendő a túlméretezett számlák esetén, illetve mit tehetnek azok, akik már kifizették az összeget, a miniszter azt mondta, a szolgáltatók újra ki kell állítsák a számlákat a jogszabály előírásainak megfelelően. Ez lopás. Már mondtam korábban is, azáltal, hogy nem tartották be a törvény előírásait, meglopták a fogyasztókat. Ennek véget kell vetni, és meg kell büntetni azokat, akik ezt tették. A számlákat korrigálni kell, az embereknek nem kell büntetőkamatot fizetniük, és a számlákat újra ki kell állítaniuk a szolgáltatóknak. Az Energiaszabályozó Hatóság és a Fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzéseket indított az ügyben. A csillagászati összegű számlák a fogyasztóvédelem terén működő civil egyesületek figyelmét is felkeltették. A Parakletosz Egyesület elnöke szerint nem megoldás, hogy nem fizetjük ki a számlákat, mivel szolgáltatás nélkül maradhatunk. Tegyenek minél több feljelentést a fogyasztóvédelemnél és a versenyhivatalnál, mert az, ami történik, szembe megy a versenytörvénnyel, monopolt teremtenek, és olyan árakat szabnak meg, amelyek tönkreteszik önöket. Ha nem válaszol időben a fogyasztóvédelem, sem pedig a versenyhivatal, árasszák el őket több tízezer petícióval, mindaddig, míg valaki a parlamentben felfigyel erre, és konkrét intézkedéseket hozhat az ügyben. A januárban érkező számlákon egyébként két plusz információnak kell szerepelnie. Az egyik a rögzített árat tartalmazza, a másik pedig azt, hogy mekkora összeggel kompenzálják a számla összegét. Amennyiben ezek hiányoznak, azt jelenti, hogy a számla hibás, azaz valójában a szolgáltató trükközik.